Az alternatív indie zenét játszó Bóbek először adott koncertet Egerben. A frontember elmondása szerint még Pécsen nem. Liverpoolban már sikerült teltházat produkálniuk, de Zágrábban két embernek is szívesen játszottak. Bóbek elárulta, kétélű fegyverként éli meg, hogy édesapja a 30Y alapítója, énekes dalszerzője Beg Zoli, akivel, mint kiderült, néha frontember gyűlést is tartanak. Bó bevallotta, magyar zenét nem hallgat 30Y-on kívül, és bár jól működik a Beg Zoli bank, nincs limitálatlan segítség. Alkotó társaival pedig egy Európában koncertező, de stabil hazai bázissal rendelkező kis zenekar szerepét szeretnék betölteni. So scared I can't see clearly now, not anymore, not now. So scared I can't see clearly now. Nagyon sokáig be kellett tixelnem azt a dobozt az ilyen jelentkezéseken, hogy singer-songwriter, vagy annak ott, hogy dream pop, ami szerintem egy furcsa jelzés, de úgy azt mondom, hogy ilyen alternatív indit játszunk most épp. Ha már az alternatív indit említetted, mondjuk az elmúlt években, évtizedekben, hogyan látod a hazai műfaji változásokat ebben a műfajban? Egyáltalán volt a változás? Van, hatalmas változás van. Én azt veszem észre, hogy az ilyen tradicionális magyar altár, amit mondjuk a kedvesek, akik most állnak be, az egy-öt-egy, amit játszanak, az egy kicsit máshova mozgott el. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy népszerűtlenebb lett, de azt mondanám, hogy nehezebb dolguk van mondjuk a srácoknak, mint lett volna 10 évvel ezelőtt ezzel a zenével. Nem azért, mert ódivatú, hanem szimplán azért, mert a közönség változik viszonylag sokat. Nyilván szerintem erre nagyon nagy hatással van az, hogy a hip-hop mennyire előre jött. Nagy hatással van az is, hogy mondjuk az analóg Balaton jellegű ilyen elektronikai, alternatív ügyek mennyire előre jöttek, ami hát egy természetes változás, szóval én például nem annyira fújolok rá, mert ha nem változna sohasem, ez is nagyon furcsa lenne, de a mi pozíciónk szerintem nagyjából ugyanolyan, mint lett volna 10 évvel ezelőtt. Angolul Magyarországon nyilván egy, nem tudom, lábon lövés kicsit énekelni, de ez a kedvenc nyelvem, úgyhogy nem fogok áttérni másra. Viszont szerintem műfajilag már nagyon nagy szabadságunk van, szóval azért én nagyon hálás vagyok. Én az angol nyelvre egyébként is rá akartam kérdezni, de nem ilyen szempontból, hanem mondjuk külföldre sokkal egyszerűbb így, nem? Mert hogy magyar zenével azért nehéz érvényesülni Magyarországon kívül. Borzasztóan, de egyébként azt veszem észre mondjuk így a Carson Coman, meg ezeken keresztül a srácokon keresztül, hogy van valamiféle egyedisége annak, hogyha magyar nyelven be tudsz törni külföldön. Szóval az jelent egy olyat, hogy teremtesz egy ilyen univerzális értéket egy olyan nyelven is, amit nem feltétlenül beszélnek mások. Szóval az ő külföldi sikereik szerintem az borzasztóan elárulják, hogy ők mennyire jó zenészek, meg mennyire ügyes, hülyén hangzik, de brandet építettek. Most például a kedvenc zenekarom játszik előttük a Budapest Parkban, a Bilderbuch, ami meg egy németül, vagy hát ilyen német-angolul éneklő zenekar. És ők is tudnak menni külföldre, szóval azért vannak zenekarok, akiknek ez megy. Mi úgy vagyunk, hogy most egyre többet játszunk külföldön, ami nekem egy hatalmas öröm, mert őszintén szóval mindig az volt így a vágyam, hogy kifelé menjünk, nem is ilyen siker szempontból, hanem élmény szempontból, hogy járjuk még meg egyszer, és akkor mondjuk angolul kell az énekelni, hogy mondjuk Liverpoolba el tudj menni, ahol mi mondjuk játszani tudtunk, és tök jó volt, mert végre érti a közönség, amit énekelek, szóval néha van egy ilyen nehézség, de lehet rendesen menni külföldre, és ez nagyon jó. Why does this shit keep tearing me apart? Afraid of sleeping, I might be dreaming the dark, but why does it keep tearing me apart?
It's been many years since that incident. I've investigated it to bits, but I keep finding new evidence, and it all seems to fit. Is this a complete picture? The complete picture I need to see. Különbség egyébként közönség és közönség között? Gondolok itt arra, hogy hazai és például külföldi. Nagyon-nagyon eltér, szerintem. Úgy mondanám, hogy amikor Pozsonyban játszottunk, most tavasszal, akkor egy olyan fajta energiát tapasztaltam, ami ritkán van, hogyha nem ismerik egyáltalán a zenekart. Tehát mondjuk Magyarországon teljesen ismeretlenül játszunk valahol, az olyan, hogy hát mindig egy leülős, nyugis, lézengős, ami nem baj, már ez, hogy mondjam, ez az első lépcsőfok. De hogy mégiscsak ilyen mi Pozsonyban odamész, és az emberek automatikusan bulizni akarnak rád. Liverpool ugyanez. Nem tudunk teltházat játszani Pécset, sehol gyakorlatilag, és Liverpoolban tudunk teltházat játszani, pedig az életünkben nem jártunk ott, és mindannyian arra számítottuk, hogy kettő embernek játszunk pusztán azért, mert a zene iránti érdeklődés, meg az a körüli kultúra annyira jól kinőtte magát. És mondjuk, ami nekem nagyon fáj pécsiként, az az, hogy azt látom, hogy mondjuk Pécset egy kicsit ez hal el, szóval tök jó lenne, hogyha visszahoznánk. Úgyhogy én így vagyok. Mivel Zágrában 0 embernek játszottunk el, ezért azt nem tudom, hogy milyenek a horvátok, de az a kettő, bocsánat, aki ott volt, ők aranyosak voltak. Such a cliche that a god must be reliant on hypnotized by somebody. Still I love to play with the idea of being the company. Mondjuk a hazai pályát tekintve, az ország mely részén pezseg leginkább a kulturális élet? Hát, azt mondom, hogy igazából nyilván azt mondom, hogy Budapest, de ott is lakom, szóval, hogy ahol laksz, azt nyilván jobban látod, akkor is, ha az nem egy főváros. Én azt látom, hogy Szeged nagyon jó, van ott kettő nagyon jó klub, a Jazz Kocsma, meg a Grand, mind a kettőt nagyon szerettük, mind a kettőben nagyon jó játszani, jó színpadok, akkor is, hogyha nyilván magyarországi vidék, tehát nem olyan gazdag, mint mondjuk egy random budapesti klub. Én azt látom, hogy Pécs egy kicsit haldogál el, de nyilván vannak továbbra is olyan klubok, amik fent tudják tartani, legalábbis a helyi zenekarokat, az nagyon fontos, hogy a helyi buli menjen, meg hát ott a Made in Pécs Fesztivál, tehát az egy hatalmas, egynapos fesztivál, ahol 120-an lépnek föl, szóval nem mondom, hogy nincs Pécset kultúra már, csak azt mondom, hogy kell neki szerintem egy kis lökés, meg talán ami nekem ilyen meglepő tud lenni, hogy Veszprém milyen. Mert én egy Veszprém megyei lány vagyok egyébként, eredetileg. És Veszprémben az Európa Kulturális Fővárosa ügy eléggé bebikázta a dolgokat, szóval azt meg nagyon-nagyon jó látni. És onnan jön egy remek zenész barátunk, a Juhász Zoli is, és ő is azt mondja, hogy Veszprémben nagyon jó most játszani. Beautiful and unfair, that's how I
többször is említetted Pécset, aminek nagyon örülök, mert egyébként közel áll a szívemhez, és éppen azért, mert hogy szerintem nagyon hasonlít Egerhez. Neked mi a véleményed erről? Én Egerben 2 hete voltam először, vagyis azt hiszem, hogy voltam 5. a kötelező egri osztálykiránduláson. A várban. Igen, a várban. De nyilván akkor nem láttam semmit. És 2 hete voltam itt előadni egy konferencián az egyetemeteken, és először is bementem az egyetemre, és arra gondoltam, hogy Jézusom, bár csak így néz neki az ELTE is, mert én az ELTE-re járok. Szóval, hogy bementem abba a nagy dísztermetekbe, leesett az állam. Szóval ilyen szempontból eléggé különbözik Pécstől, de én azt veszem észre, hogy akkor is, és most is borzasztóan jól érzem itt magam, nagyon kedvesek az emberek. Nem tudom, hogy a zenei kultúrátok hogyan alakul, vagy hogyan érzitek ezt, de az már önmagában sok mindent elárul, hogy meg tudtok tartani egy ilyen rendezvényt 10+ éve. Szóval szerintem az mindenképpen csodálatos. Meg hát összességében mondjuk bementem múltkor a kávés doboz, valami ilyen nevű, ilyen kávézótokba, és bementem, és mindenféle dolog volt a világon. És csodálatos élmény volt, hogy bementem, és azt éreztem, hogy vannak itt emberek, ahogy Pécsett is szerintem vannak, szóval ebben biztosan igazad is van, akik így akarnak színt csinálni vidéken, és ez nagyon jó. Losing it, I'm not open to the unknown, I'm losing it. I'd prefer to let this go, oh, I'd prefer to let this go. Korábban említetted a brandépítést, ugye azért a közösségi média mindenkinek az életének a része lett. A brandépítés ilyen szempontból könnyebb egyébként manapság? Hát én más napság nem csináltam, szóval nem tudom. Szerintem igazából őszintén szólva azt hiszem, hogy nehezebb, de lehet, hogy csak azért, mert ez egy ilyen hisztim, de hogy én ennél egy old school-abb lány vagyok, szóval nekem ebben nehéz megtalálnom a helyem. Meg azt veszem észre, hogy mivel már mindenki hozzáfér azokhoz az eszközökhöz, amikhez régen akkor fértél hozzá, hogyha mondjuk lett egy kiadód, vagy ilyesmi, ad egy hatalmas ilyen szabadságot, mert nekünk sincs kiadónk, és nekünk is van ez a szabadságunk, tök jó, de közben rád van bízva rengeteg minden. Szóval, hogy neked kell kitalálni gyakorlatilag, hogy mi a szóróanyagod, mert már nincs az a hagyományos szóróanyag. Látsz Budapest Park plakátokat, de igazából minden rajongó megy arra úgyis. Vagy hogy mondjam, tehát hogy ez nem egy olyan jellegű dolog, amire szükség van. Míg amikor pici voltam, akkor láttam a plakátokat, és jó buli volt, és nem tudom, szóval, hogy én nekem van egy konfliktusom ezzel, szerencsére vannak nagyon aranyos emberek, például az utánunk játszó egyet-egynek, meg az Esti Kornélnak a menedzsere, a Betty, aki csinál nekünk kampányokat és besegít, szóval hogy ilyen szempontból tök jó dolgom van, de azért én szerintem nagyon nehéz unikálisat csinálni, úgyhogy közben autentikusnak is érezd, így mondanám. I wonder if it's gonna rain this hour.
édesapád Beck Zoli, a 30Y frontembere, hogyan próbálta egyengetni az utadat, egyáltalán próbálta-e, milyen hatással volt rád zeneileg, illetve szoktak-e azzal megkeresni, hogy kicsit az árnyékában indulsz el, ez mondjuk pozitívum vagy negatívum, te magad hogyan éled meg? Hát egy ilyen két élő fegyver, szóval, hogy van egy nagyon jó aspektusa, ami az, hogy fordulhatok valakihez. Szóval néha vannak ilyen frontember gyűléseink, és akkor röhögünk magunkon, hogy mind a ketten csak panaszkodunk, hogy olyan nehéz az életünk, de igazából mennyire jó dolgot csinálunk. És abban mind a ketten így osztozunk, hogy nagyon rossz panaszkodni valamiről, ami a legjobb dolog az életedben. De mégis néha muszáj, szóval ott vagyunk ehhez egymásnak, ami tök jó. De összességében nagyon igyekszik nem beleszólni semmibe, amit csinálok tudatosan. Ő maga azt mondta, amikor így nem tudom, elkezdtem így kihozni dalokat 2021-ben, hogy ő eddig szerepelt ebben. Felnevelt, és vége van. És nyilván hozzáfordulhatok egy csomó mindenért, és a Beck Zoli bank az nagyon jól működik néha, amikor felkapik az állam, de azért ez Magyarország, szóval nincs limitálatlan pénz sem, meg nincs limitálatlan segítség sem, és én nagyon örülök, hogy nincs. Mert így legalább minden koppanás is a miénk, és minden siker is a miénk lehet. You say it's over, it seems invisible. You say it doesn't seem so hard. There's a hole in my heart, no surgery can mend my mind. And I know what it's really like when your mourning is a constant fight. You can't shower, you can't brush your teeth without feeling this overwhelming it. I can't get you out of my head. I've never felt so alone. Self-reflections fail me again. I can't be left on my own. Kiskorodtól kezdve milyen zenei podgyásszal indított el az életben? Hát őszintén szóval magyar zenét nem hallgatok 30Y-on kívül, ami egy, hogy mondjam, ismerem ezt a kettő zenekart, és koncerten mindig hallgattam őket, és vannak ilyen esti kornélos napjaim, de összességében 30Y nem tudom, definiálta a gyerekkoromat ilyen szempontból. Lehet, hogy ezért énekelek angolul egyébként, nem tudom. Ami nagyon nagy hatással volt rám, az a Blur, a Gorillaz, Cher, nem tudom, mindent hallgathattam, mit csak akartam a világon. És hát nyilván az MTV ment. Az volt az egyetlen csatorna, amire előfizettünk. Mondjuk 10 év múlva hol látod magadat, vagy hová szeretnél eljutni? Mi a zenei bakancslistád? Nagy álmom, hogy a már említett Bilderbuch előtt életemben egyszer játszak. Megkértem az egyik barátnőmet, aki fotóz majd a Carsonnak, hogy lapjon már egy koszos zsepit a backstage-ükbe. Pont aznap jövünk haza Hamburgból, úgyhogy nem fog tudni elmenni arra a koncertre, nagy fájdalmam. Nem baj, játszunk Hamburgban, tök jó, de mégiscsak a Bilderbuchot nem látom így. Szóval, hogyha van ilyen bakancslistám, ez egy ilyen top dolog. A másik, ami nagyon nagy vágyam, az, hogy legyen egy, nem tudom, egy tisztességes magyarországi jelenlétünk, de mellette alapvetően egy Európában koncertező kis zenekar legyünk egy stabil bázissal. Szóval, hogy legyen helyünk alkotni, legyen helyünk koncertezni, de ne kopjon föl teljesen az állunk.
Hát én ezt kívánom neked, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.